Mentőhelikopter szállt le a szekszárdi Prométeusz parkba péntek délelőtt, de senkinek sem kell aggódnia, hiszen nem bevetésre, véradásra érkeztek. A rendhagyó programot második alkalommal szervezte meg a Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Ne felejtsük el, hogy vérre bármikor bárkinek szüksége lehet. Ezért fontos lenne, hogy azok a 18 és 60 év közötti emberek, akik egészségesnek érzik magukat, úgy gondoljanak a véradásra, mint a segítségnyújtás egy lehetséges formájára, amely ráadásul nagyon különleges és egyedi, hiszen semmi mással nem pótolható segítséget ad a gyógyulásra váró betegeknek. Ezen a napon az ország mind a 7 légimentőbázisának közvetlen közelségében egyszerre szerveztek véradást, aminek különlegessége az volt, hogy a mentőhelikopterek az adott helyszínen állomásoztak, onnan riasztották őket, ha szükség volt rájuk. Véradás az mindig fontos, hiszen betegek életét menthetjük meg vele, és azt tudni kell, hogy 2021 óta minden egyes helikopteren rendelkezésre áll 2 egység nulla negatív vér, amit súlyos esetekben ugye azonnal a helyszínen be tudunk adni, és ezzel növelni tudjuk a sérülteknek a túlélési esélyét. Ezért is került sor a rendkívüli megmozdulásra. Tolna megyében a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont az eseménynek. Egy véradással 3 ember életét lehet megmenteni, és itt az előbb, amit említettem, ezek mellé, a társadalmi összefogások mellé mi mindig odaállunk, lehetőséget, feltételt biztosítunk, ugyanúgy, mint a város bármely pontján. Jelenleg Pécs-Pogányon működik a legközelebbi légimentőbázis, de várhatóan néhány héten belül birtokba vehetik az új, modern épületet már Szekszárdon.